forduló után 57 körzetben billeg még az eredmény. Számítások szerint ebből a Fidesz bármelyik 9-et elbukhatja, még akkor is övék a kétharmados többség. A bűvös száma 13. Ha ennyi helyen nem sikerül a fideszes jelölteknek mandátumot szerezniük, akkor elúszhat az a bizonyos kétharmad. Úgyhogy a billegő körzetekben most nem csak a Fidesz mozgósít, hanem a talpon maradt ellenfelek is. Meglepetés emberek és meglepetésszerű botrányok, szoros eredmények akár behozhatónak tűnő különbségekkel, és izgatott találgatás a jövő heti végeredmények előtt, megkezdődött a végső visszaszámlálás, nyakunkon a második forduló. Ivádra igyekszem. A kis heves-megyei falu gyakran kerül az újságok címlapjára. Egyrészt azért, mert itt majdnem mindenkit Ivádinak hívnak. Aztán azért, mert a polgármester a nemzeti vágta mintájára kitalálta az ivádi batyus galoppot. Ivádi Gábor. Tavaly a Naplóban is megnézhették például a ferdepályás foci meccset, ahol az egyik csapat hegynek felfele játszik. Most a csendes áprilisi délelőttön közmunkások szedik a szemetet, és közmunkások szépítik a virágládákat. Ivádon is él a Segély csak munkáért program. De most persze nem ez tartja lázban a falut. A frakció helyettesére gratulálok. Milyen frakció? Hát a frakció helyettesére. Az leszek? Hát leszek. Nem tudom, te már többet tudtunk. Szóval meglepetés embert ígértem, hát ő volna az, a falu első embere. Ivádi Gábor vasárnap óta az országgyűlési képviselői szerepre készül. Az LMP országos listájának 5. helyéről már biztos bejutó. Hát mondjuk azért nem kívánom senkinek ilyen képviselőjelöltként, új párt képviselőjelöltjeként, amelyet esélyesnek tartanak a bejutásra, mondjuk ezt a vasárnap estét végigélni, amikor a katasztrófa. Katasztrófa ez, hogy ez a kampánycsend. A hátunk mögött repülős plakátok, a polgármester előző élete. Mostanában pihen a pilóta jogsi, és inkább a politikái a főszerep. A hét legfőbb ügye számára az volt, amikor a szocialisták 4 helyen visszaléptek az LMP javára. Az LMP pedig úgy döntött, nem reagál a lépésre. Téves az az elképzelés, amikor a szocialisták például azt gondolják, hogy rajtuk múlik, vagy az LMP múlik az, hogy a Fidesznek lesz-e kétharmada vagy sem. A választókon múlik. Ehhez persze meg kell forgatni a saját fejükben azt a politikai gondolkodásmódot, amikor ők feljebb valónak képzelik magukat a választópolgároknál. Nagyon sok modellezés volt, én arra nem számítottam, hogy egyedüliként leszek. És ez már angyalföld. Ha már megszólítattak a szocialisták, hát itt az ő meglepetés emberük is. Tóth József, aki az országban egyedüli MSZP-sként fordult első helyen az április 11-i fordulóban. A sikertitkáról faggatom, nem sok sikerrel. Ez a legnehezebb kérdés, mert ön is azt kérdezi, mint mások, hogy fényezzem, kaseroljam magam, és hát ez távol áll tőlem. Most ez nem áll szerénységből, mondom. Aztán annyit mégiscsak kibök, valószínűleg a 16 év polgármesterkedést és a 8 év parlamenti munkát díjazták ismét a szavazói. Amikor a kampányharcról beszél, Tóth József nem nevesíti a Fideszt, a másik oldalra utal. Hogy hányszor szavaztam a Gyurcsánynál, a hagyó helyére be vagyok montírozva meg. Van egy ilyen kép, ahol? Igen, én vagyok. És ez egy szó, igen. Ez egy szórólapó. Uh-huh. Biztos, hogy nem én adtam ki. És ide az angyalföldi hivatal épületébe érkezik a másik, hát mondjuk így legérdekesebb szocialista jelölt, aki múlt vasárnap éjjel még vezetett, aztán a sorban álló átigazolással a körzetében szavazó választók miatt elvesztette az első fordulót. Szanyi Tibor összehangolt akciót sejtett a háttérben. Én most azzal mit tudok bizonyítani, hogy egy mikrobuszból kiszállott ember utazótáskával? Semmit. Szóval ugyanakkor, hogy ez naponta előfordul a szavazókör környékén 10-20-szor, és ugyanaz a mikrobusz, akkor az ember úgy mégis azt mondja, hogy hát most kiket hoznak ide. Fontos elmondani, hogy ez az interjú csütörtökön kora délután készül. Akkor Szanyi Tibor még meglehetősen indulatosan beszél az átigazolók esetleges Vox turizmusáról. Volt elősorban állás. Az mit jelent? Tehát, hogy X aktivista beállt a sorba. Z aktivista pedig hozott 2-3 embert, és akkor a sorba kiállt egy ember, és beállt 3. Normális az ember azt gondolja, hogy a többiek ezen háborognak, de nem háborogtak. És egy nappal később, ez már péntek,
A Nézőpont intézetbe érkezem, ahol Mráz Ágoston Sámuellel együtt hallgatjuk a legfrissebb hangfelvételt. Egy angyalföldi blogger egy titokban rögzített kampánygyűlés anyagát teszi fel a netre. Azt kell mondani mindenkinek, hogy nyugodtan szóljon a testvérének, a rokonának, a legbarátainak, még Budapesten belül is, hogyha teheti, kérje át magát a 13-ban. Zsolti vagy MSZP szavazóról beszélünk. Ebből még fel lehet állni? Hát innen szét nyerni. Aztán néhány órával később érkezik a magyarázat az érintettől. Nekem a lelkiismeretem tiszta, törvénytelen eszközökhöz soha nem nyúltam, most se nyúltunk, és én gondolom erőteljesen azt, hogy még egy manipulatív felvétel sem fogja tudni megmásítani a bennem bízó állampolgároknak az eddigi bizalmát. Mráz Ágoston Sámuel meg azt mondja, most már nem valószínű, hogy a jövő hét ennél nagyobb durranásokat tartogatna számunkra. Egyszerűen elfogyott az idő. Első forduló előtti utolsó hét is ezt bizonyította, hogy egy-két nap nem elegendő egy ügynek a feljátszásához, kampány témává tételéhez, hiszen kell az, hogy azok, akik mondjuk minden második, harmadik nap néznek csak híradót, azokhoz is eljusson. Azaz, ha az utolsó napokra tartogatnának valamilyen botrányt, az nem biztos, hogy megrengetni a helyzetet. Újabb helyszín, ez már Szabolcs megye. Magyarország legsikeresebb jobbikos választókerületében járunk. A fideszes dr. Karakó László mögött csak 8,7%-kal lemaradva, a voksok 33%-ával Császár József egykori biztonsági őr a második. Lejönnek a vezetőink, tehát nem titok. Nem tudjuk most 7 órára, fél hét 7 órára eldől, hogy kik azok, akik lent lesznek. Le fog jönni Vona Gábor is személyesen. Pártgyűlés közepébe csöppenünk. Érkeznek a helyi aktivisták, a kertvégi melléképületben a kampánystratégiát egyeztetik majd. Jön is a sajátos helyzetelemzés a képviselőjelöltől. Az SZDSZ kiesett. Persze szereztek egy új pártot, ami ugyancsak őket képviseli vagy fémjelzi. Ez az LMP. Hát reméljük, hogy nekik se lesz hosszú távú sikerük ebbe az országba. Ezután nem maradhat bent a kamera, Császár József kikísér bennünket. Még annyit kérdezek, nem lehet-e, hogy a tragikus sorsú tiszavasvári tanár, a brutálisan meggyilkolt Szögi Lajos emléke az, ami ilyen eredményessé tette a városban a pártját? Soha nem kampányoltunk, úgy egy cikkünkbe se, egy szórólapunkon se jelent meg az, hogy azért, mert mi Szögi Lajoshoz tartozunk, nagyon tiszteljük a tanár urat, de nem használtuk fel a kampányunk során egyszer sem. A fiatalok között tudott a Jobbik nagyon nagy népszerűséget szerezni olyan választók közül, akik még soha korábban politikával egyáltalán nem foglalkoztak. És ez már Budapest. László Róbert választási szakértő vonja meg a mérleget. Azt mondja, a hátralevő időben már csak helyi kampányokra számít. És számára a legnagyobb kérdőjel a jövő heti részvételi arány. Kérdés, hogy a kétharmados többség, az van-e olyan motiváló erő, hogy a fideszes szavazók azok kellő számban elmenjenek szavazni a második fordulóban, és ugyanez megfordítva is igaz, hiszen az MSZP már elveszítette a választást, el tudnak-e menni olyan létszámba egyáltalán, amennyien az első fordulóba elmentek. Választás ügyben a kérdőjelek nagy része ugye már kiegyenesedett. Jövő hétre mindösszesen két kérdés maradt, az egyik kézenfekvő, megszerzi-e a Fidesz a kétharmadhoz szükséges mandátumszámot. A másik pedig az, hogy sikerül-e zökkenőmentesen leszervezni és levezényelni az átigazolással szavazók voksolását, vagy megint mindenki meglepődik a sok-sok messziről jött emberen. Jövő héten ilyenkor már tudni fogjuk, hogy van-e még kampánycsend, vagy már nincs. Szalai Ádám riportját látták a TV2 naplójában. Zárom a...